már csütörtökön is szükség volt az esernyőkre, de péntek reggel is párás, esős idő várható az előrejelzések szerint. Ősszel és télen sűrűn előfordulnak ilyen napok, ami nem könnyíti meg a közlekedők dolgát. Ahogy az sem, hogy napról napra egyre korábban sötétedik. Jelentősen romlanak ebben az időszakban a látási viszonyok, ezért fontos, hogy azokat figyelembe véve vezessenek, és hogy megfelelően működjenek a járművek világító és jelző berendezései. Ezek átvizsgálásában és tanácsokkal segíti a rendőrség a járművezetőket a december 10-éig tartó Látni és Látszani elnevezésű kampány keretében. Nagyon fontos, hogy ismerik a járművet, nagyon fontos, hogy jó minőségű izzókat használjunk, és itt felhívom a figyelmet arra, hogy szabályos izzókat használjunk, ne pedig mindenféle innen-onnan rendelt kínai csodákat, mert mi valóban jobban fogunk látni vele, viszont a szembejövőket vakíthatjuk, és bajt okozhatunk. Nagyon fontos a szélvédő tisztasága, az ablaktörlő berendezések működőképessége, jó minőségű legyen ez is, illetőleg, hogy fel legyen mindig töltve az ablakmosó folyadék fagyálló ablakmosóval, hiszen főleg egy autópálya használatkor nagyobb sebességnél apró cseppek kerülnek a szélvédőre, ezeket szükséges törölni. A jól láthatóság a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik. Nem csak az a fontos, hogy jól lássanak, hanem hogy ők is láthatóak legyenek. Ennek érdekében elengedhetetlen, hogy a bicikli lámpái jól működjenek, de a kerékpárosok viseljék a láthatósági mellényt, és ne csak ott, ahol kötelező, hanem lakott területen belül is, ahol az indokolt. Ezt szolgálja a pénteki Light Friday akció is, amely során ingyen lehet láthatóságot segítő eszközökhöz hozzájutni két helyszínen is a megyében. Az egyik a Nyíregyházi rendőrkapitányság területén, a Vasvári Pál utca, Hímes utca sarkán, 10 órától 14 óráig, ez egy gyalogkerékpárút, tehát fokozottan ezekre a vételen közlekedőkre fókuszálunk, illetőleg ugyanígy a vételen közlekedőkre Vásárosnaményi rendőrkapitányság területén, itt a kapitányság előtti útszakaszon történik ez az akció. Hát ennek során 10 órától 14 óráig a kollégáim kint lesznek, tanácsokat is adnak, illetőleg nyilván a készlet erejéig ellátják mellénnyel, villogóval, csapókával, karkötővel, láthatósági karkötővel, matricákkal, láthatósági fényvisszaverős matricákkal az ott közlekedőket. Az eszközök a készlet erejéig állnak rendelkezésre. A gépjárművek mellett a saját látásunk ellenőrzése is fontos. A Látni és Látszani kampány keretében ingyenes látás ellenőrzésre várják a gépjárművezetőket a benzinkutakon. Akinél valami problémát találnak, az kupont kap, amellyel kedvezményesen vizsgáltathatja meg a szemét egy optikában, illetve akciósan készíthethet magának szemüveget. Aki pedig szemüveges, az viselje is azt vezetés közben. A tapasztalatok szerint noha az akció során átvizsgált járművek legalább 30%-a nem felel meg a közúti közlekedés szabályainak, de a járművezetők egyre tudatosabbak a közlekedés biztonság terén.